Elhozták hát a Szent Széktől az apostoli áldás levelét a koronával és a kereszttel együtt. És Isten kedveltjét, István királyt az olajkenettel fennkönve, a királyi gyilkosság diadémjával szerencsésen megkoronázták, rendelkezésére bízták az egyházaknak és népeinek mindkét törvényén alapján történő igazgatását. A királyi méltóságnak a keresztény hit tápláló erejével véghez vitt alkotásai fényesebbek és erősebbek szoktak lenni más méltóságok műveinél. És mivel minden nép saját törvényei szerint él, ezért mi is Isten akaratából országunkat igazgatván törvényhozó elmélkedéssel meghatároztuk népünk számára, miképpen éljen tisztességes és békés életet. Hogy amiképp isteni törvényekkel gazdagabbá lett, ugyanúgy világiakkal is el legyen látva. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, István szentté avatása alkalmából írt legendájából és törvénykönyvének a bevezetőjéből való ez a két szövegrészlet, ami elhangzott. Szent István ünnepe a legrégibb nemzeti ünnepek közé tartozik Európában, hisz az egyház 1083-tól ünnepei közé sorolta első királyunk szentté avatásának napját. Ugyanettől az időtől fogva ez a nap országos törvénynap is volt, tehát világi ünnep is. István ünneplése kezdettől fogva kettős jellegű. A hit szentjét és az államfőt is ünneplik egy személyben. A ma emberének tudatában is szinte elválaszthatatlanul összeforr ez a kettősség. Mivel augusztus 20-a a szentté avatás napja, ezért előbb a Szent Királyról szóljunk. A középkori egyházban általában idegenkedtek az uralkodók szentté avatásától, és kizárólag a hitvédelmében elszenvedett mártír halált tekintették olyan tényezőnek, mely alapot adott a Szent Kultuszra. Szent István lett az első hitvalló király, aki pusztán életszentségével és uralkodói erényeinek az egyház szolgálatába állításával ki tudta érdemelni a szent címet, aki az igazságos uralkodó Rex Justus és a keresztény szent tulajdonságainak szintézisét megvalósította. Élettörténetét összefoglaló legendája szerint a látomás által királynak jövendőlt István a keresztény hit ifjú bajnoka. Az ifjú keresztény uralkodó Szent Márton és Szent György zászlaja alatt legyőzi az ellene ördögi cselszöréssel támadó pogányokat. Ezután a legenda hosszú felsorolásban ismerteti a király egyházszervező munkáját és az őt e munkában segítő szentek csapatát. A legenda ugyanakkor képet ad Szent István vallási erényeiről is, az alázatosságáról, az zarándokok, szűkölködők, szenvedők, özvegyek és árvák, a Krisztus szegényei iránti gondoskodásáról. A legenda egyik fontos története, hogy István magát és királyságát fogadalom és felajánlás útján Szűz Mária gyámsága alá helyezte. Már István király életében kivételes fontossága lett a Mária kultusznak, hiszen az ő oltalmába ajánlja az ország legfontosabb templomait, családi egyházát és temetkezési helyét Székesfehérvárot, az esztergomi és győri székesegyházat, a pécsváradi bencés és a Veszprém völgyi apáca mostont. Szűz Mária segítségével győzött Koppányon, Korrád elleni hadjárata előtt pedig Szűz Máriához imádkozott szintén. Szent István segítségével kezdődött el tulajdonképpen a Bizánc felől érkező Mária kultusz Nyugat-Európában. A Hartwig püspök által összeállított legenda legfontosabb fejezete a Szent Korona és az apostoli kereszt elküldéséről szól. Második Szilveszter pápa angyali látomás hatására a lengyel Mieszkónak szánt koronát az Istvántól hozzáérkező Asztrik püspök útján Istvánnak küldi, és ad mellé egy apostoli keresztet is. Innen származik az apostoli király megnevezés. A magyar történelmi tudat egyértelműen Szent István, mint világi uralkodó nevéhez kapcsolja az államalapítás fővét, a keresztény magyar királyság megszületését. A mai kor emberében valami olyan képzet alakult ki, mintha az államalapítás valami egyszerű jogi aktus lett volna, mintha csak úgy kikiáltották volna az állam megalakulását. Valójában azonban ez egy hosszú, majd egy évszázadig tartó társadalom átalakulási folyamat volt, melynek betetőzése volt, hogy 1001. január 1-én Esztergomban keresztény királlyá koronázták a Magyar Törzsszövetség fejedelmét. A koronázás egyúttal az új állam nemzetközi elismerését is jelentette. Szent Istvánt joggal nevezünk államalapítónak, mert végső soron ő alakította ki az állam működő szervezeteit. Mint szent olajjal felkent apostoli király, az egyház szervezet kiépítésével és irányításával megteremtette a független magyar egyházat. 10 püspökséget hozott létre,
ezek közül az esztergomi lett a rangelső, itt alakult meg az érsekség. Elrendelte, hogy minden 10 falu építsen templomot, ahogy ez községünkben is történt. Segítette a szerzetesi kolostorok létesítését, mely a kultúra központjai lettek. Ezeket adományokkal látta, mint például a Bahamramit is. Az állami szervezet kiépítésében fontos szerepe volt a várépítésnek. A várakhoz területeket rendelt, kialakítva így a várak illetékességi körét megyéjét. A várak és megyéjük élére saját emberét, az ispánt ültette, aki a várhoz rendelt szabad harcosok, a várjobbályok vezetője lett. A várakhoz különféle szolgálatokat ellátó várnépeket is rendelt. A királyi vármegyékbe hálózták az egész ország területét, és a kor modern állam irányítását tették lehetővé. Az ispánok a királyi törvények végrehajtói voltak, bíráskodtak a megyék területén élő népek felett. Ugyanakkor a jövedelmek a szolgáló népek terményadóinak, a szabadok pénzadóinak, az utak és a vízi átkelőhelyek vámjainak a behajtói és kezelői is voltak. Kiépítette a központi hatalmat is. A király mellett a püspökökből és az ispánokból álló királyi tanács állt, melyben már ekkor is igen fontos szerepe volt a királyi udvar ispánjának, a nádornak. Az egyházi és állami szervezet folyamatos építése mellett kemény harcot folytatott az ellenállókkal szemben. Legyőzte nagybátyját, az erdélyi Gyulát, a Maros vidékén uralkodó Ajtonyt. Így uralma végén az egész Kárpát-medencében Szent István királyi hatalma érvényesült. Szent István 41 évig tartó uralkodása végén egy nemzetközileg elismert királyságot találunk a magyar törzsi fejedelemség helyén. Ezért kapcsolja a magyar történelmi tudat egyértelműen István nevéhez az államalapítás művét, a keresztény magyar királyság megszületését. Az utóbbi időkben ezért került előtérbe az államalapító király személye, az a politikusé, aki saját korában a modern európai államok családjába vezette be népét. Ha csak ezt tette volna a késői utódok tiszteletét, így a miénket is, méltán kiérdemelte volna. Ám Szent István egész tevékenységével olyan, akkor új keresztény értékrend közvetítője és elfogadtatója is volt, mely új erkölcsi rend alapjait vetette meg a magyar társadalomban. A kereszténység felvétele és elterjesztése ugyanis a keresztény életszemlélet és életmód elterjedését is jelentette. Úgy alakította át a magyar társadalmat, hogy az megtalálhatta helyét kora világában. És ezt az új értékrendet és erkölcsiséget a saját életének példájával mutatta meg, és hitelesítette a saját népe előtt, és ezzel tette számukra is elfogadhatóvá. Ez az ő személyes példája hat ma is, akire ez hat, azok ünneplik fanyalgás nélkül Szent Istvánt, első királyunkat. Mert Szent Istvánt a különböző korokban különböző módon és különböző céllal nevelték. Sokszor bizony még korának haladó szellemiségével ellentétes célok megvalósításában is visszajöttek a nevével. De amilyen ajánlatos Szent István életének, személyiségének és tevékenységének tárgyilagos elemzése, megértése és követése, olyan haszontalan az az időről időre feltámadó, sőt támadó Szent István ellenesség bizonyos politikai körökben, mely már a rávaló emlékezést is visszahúzó jelenségnek tekinti. Ám Szent István már egészen jól el van, egy kiszerű kritikusok tetszése nélkül is, a magyar nép javát pedig úgy sem lehet megingatni abban a hitében, hogy az államot alapító, egyházat szervező, személyes példájával az új erkölcsi rend építésében előjáró Szent Király volt, legjelentősebb történelmi alakja. Ezért emlékezünk rá tisztelettel napján, augusztus 20-án. Köszönöm a figyelmet! Köszönjük átlom a szót Kovács tanárnak. Thank you.
előadásom címe, Szent Magyaroknak tiszteletét nézett. Ez egy idézet, egy szövegrész, egy általánosan ismert énekről, egy templomi énekről, melyet általában november 13-án a Magyar Szentek és Hordozók ünnepén, vagy Szent István, Szent Éve, Szent László ünnepén szoktunk énekelni a templomban. Az ének a magyar szentekről dallamát, és ezt nagy büszkeséggel mondom, az észlőrök valóan csalódott a csütörtök plébánosa szerezte a dallamát, és 1695-ben a Liba Szöresztis lengyei dalcímű kötetében jelentette meg. Előadásom ennek a bottónak a jegyében tulajdonképpen a magyar szentek életéről és tiszteletük történetéről szól. Az előadás illusztrációjaként vagy képeket fogok vetíteni, elsősorban középkori képeket az egyes templomokon, amit eddig láttak. Az első kép az Krasznahorka várójában, ahol a három világ együtt ábrázolják. A Szent István, amikor a koronát tartotta ugye a Vánkoson, az az Eperjesi Szent Miklós templomban látható, a Szent Imre, az a Mateusz, egy kis pokrálhoz tartozó kalucska, annak az oltárképe, Szent László szintén, és Szent Erzsébetnek ez a legszebb templomi ábrázolása pedig a szepeszombati templomban látható, és ez a kép pedig Rossán, a Rossai Szent Erzsébet Székesegyháznál, az kis tapukában látható. Itt ugyan öt szentet látunk, azért kötött, mert az egyik szent az második Henrik, aki Szent István sógora volt, és ők is szenté hagyták. Tulajdonképpen az előadás tehát a szentek életéről szól, és ehhez szükséges az, hogy néhány szót szóljunk arról, hogy tulajdonképpen kik is a szentek. A katolikus lexikó meghatározása tulajdonképpen így szól, hogy a szentek Krisztus követői, akik Isten kiválasztása és fegyelme révén a keresztény összményeket életünkkel hősies fokon valósították meg, akiket tisztelünk el és segítségül lehet hívni. Tulajdonképpen a szentek tehát Krisztus követték, és a maguk korában az erének hősies megvalósításával tettek tanulságot arról, hogy az Isten kegyelme bennük van. Az egyház pedig a szentélyavatásban fejezi ki azt a meggyőződését, hogy az egyes tagjai megvalósították tulajdonképpen a krisztusi eszményt, és azért legfontosabb, hogy példaképül szolgálhatnak ezek a pozitív vallási modellek ilyen értelemben, és a laikusok számára őket orientálják, tehát a keresztény eszmények megvalósítására. A szenteknek többféle csoportja van. Hát az Isten szentségéből részesedettek alkotják az első csoportot, ugye a hittitkot, a Szent Háromház, Szent Lélek, Szent Ereszt, a személyen pedig Szűz Mária, Szent Lélek, Szent Anna, Szent Lélek keresztelő, Szent János, az összes apostol és evangélista szintén az Isten szentségéből részesedettek. A másik jelentős csoport a szenté avatottak. Azok, akiket valami olyan szenté avattak. Hát a legismertebb és az első szentig avatottak természetesen a vértanúk, hát mindjárt a legelső, ugye Szent István vértanú, de ilyen Szentgyörgy, Szentgyörgy, Szent Balázs. És aztán vannak olyanok már az ókorban, olyan szentig avatottak, akik nem voltak vértanúk, de a szent életük alapján, az élet szentségük alapján van. Tulajdonképpen szentjén, ilyen Szent Márk, Szent Miklós, Szent Apus, a rendalapítók, Szent Benedek, Szent Miklós, azt hiszem Szent Ferenc. És van egy különös csoportja a szenté avatottaknak, ez pedig a vértanúk uralkodók. És az úgynevezett nemzeti szentek. Hát ezek közé tartozik ugye a németeknél Szent Dominikán, Szent Adalbert, az ingereknél Szent Patrik, a lengyeleknél Szent Karlnél, a cseleknél Szent Rendszer, az angoloknak Szent Ozvar, nálunk Szent István, és a szláv német Szent Zivit is megoldottak, tulajdonképpen a szentnek. Na most a szentély avatásról, mielőtt a magyar szentek történetéről
beszélnek el, néhány szót szól. A korai középkorban a szentélyadatás még mindig helyi kezdeményezésre történt. Nem, tehát nem a pápaságtól indult ki a szentélyadatás folyamata. A kezdeményezés maga a helyi püspöktől származott, általában valami birkaszerű élet alapján, vagy olyan személyeknél, ahol valamilyen népi kultusz már kialakult a szentek körül. És ezután következett helyi kezdeményezésre a szentélyavatásnak az első folyamata, tulajdonképpen maga a szentélyavatás, a test felemelése. A test felemelése a sírból, ez a legfontosabb aktus a tulajdonképpen a szentélyavatásnak, és ezt a felemelt testet új sírba helyezték, ereklye tartóba tették részeit, hogyha szükség volt, és ami igen fontos, megíratták már a helyi kezdeményezésre szentélyavatott körében is a legendáját, vagyis az élettörténetét meg kellett írni, anélkül tulajdonképpen a szentek sorában elították be, himnuszokat kellett szeretni a szentek tiszteletére, és hát fel kellett venni őket az úgynevezett szakramentáriumba, tehát egyszerűség kedvéért mondom, hogy a szentek jegyzékébe valamilyen módon, és a naptárnak kijelölni. Most ez a szentélyavatásnak ez a módja a korai középkorra jellemző, ugyanis egy idő után, ugye a 11. század végétől elindul egy olyan folyamat, hogy központilag irányítják a szentélyavatást, tehát az egyháznak a központjából is jóváhagyás szükséges a szentélyavatás folyamatára. Ez a folyamat, ez elég hosszú folyamat volt, és tulajdonképpen harmadik kétszer tartával fejeződik be 1210-ben pontosan meghatározta azt a kánonjogi eljárást, aminek alapján szenté lehet avatni valakit, és ez napjainkig ilyenkor már érvényes. Mégpedig a test felemelésekor mindig jelen kellett lenni egy pápai legátusnak, aki jegyzőkönyvben tulajdonképpen hitelesítette a test felemelését. Szentélyavatási pert kellett folytatni, ami tulajdonképpen kísértetiesen hasonlított bizonyos értelemben a divági perekre, tehát tanulókat hallgattak meg, akik a szent kultuszában megjelent csodák történetét mondták el, és ezt jegyzőkönyvezték, és végül pápai jóváhagyásra is szükség volt természetesen, és hát végül záró részeként a szentélyavatásnak ünnepének beiktatása a kánonba a szakramentáriumban. Az első szenteket, mármint a magyarországi szenteket, Istvánt és Imrét és Gellérnek, még az előző szentartás szerint, tehát nem a pápai jóváhagyásra történt, Szent László kezdeményezésére történt a tárgyal szorunk. Na most azonnal megindul a szentek kultusza, a szentek tisztelete. Van olyan eset, hogy még a szentély avatás előtt, mint az első Magyarországon szentélyavatottak Zobrázói Benedek esetében van, nekik már volt kultuszuk, mielőtt szentélyavatták volna 1923-ban őket. Na és a kultuszuknak, már a szentek kultuszának tiszteletének a kifejezése elsősorban az volt, a középkorban rendkívül fontos, érdekében is napjainkig, hogy templomok, oltárok, egyházi és világi intézmények védőszentjévé választották a szenteket, és hát tulajdonképpen patronusa lett így annak a templomnak az a szent, akinek nevét választották. De most az első magyarországi templomok védőszentjei, azok a templomok, azokról a templomokról van szó, amelyek már Géza idejében is épült, néhány, de nagyobb részt ugye István idejében épült. Ezeknek a templomoknak a védőszentjei tulajdonképpen a hittitkok voltak elsősorban, tehát a Szentlélek, a Szentháromság, és hát a legrégebbiek közül pedig azoknak a szenteknek a
Védőszentjük vagyonosan a magunknak, ahonnan itt érintők jöttek és hozták magunknak a szentek tiszteletet. A szentek kultuszának másik igen fontos esemény volt, hogy a szenteket ábrázolták. A szentek életét is, nem csak az alkotmányt természetesen, a templomban elsősorban. Dalin Sándor, aki ennek kutatója volt, egy ismert néprajzos, ezt a meghatározást mondta, hogy miért érezték szükségét annak, hogy ábrázolják magukat a szenteket és a szentek életét, annak eseményeit. Azt mondja, hogy a hit titkait, ne csak a szívével és eszével, de mint művészi kompozíciót és szimbólumot érzékelőben is megragadja a néző, tehát a hívő, aki a templomban ezeket a képeket nézi. Más oldalról pedig el kell mondani, hogy úgy viseltek ezek a képek, hosszabb a kifejezés, mint a Biblia kaupéról, vagyis a szegények Bibliája, vagyis képekből az írástudatlan emberek a képekből tanulták meg a bibliai történetek, Mária életét, Jézus életének a történetet. Ezért úgy fontos az ábrázolásuk, mint a kultuszuknak egyik kifejeződése. Na most a Magyarországon a szentek tiszteletének első tulajdonképpen megjelenése az a térítő papokkal jön. Na most honnan jöttek a térítő papok? Hát az első, a térítés legelső hullama, ami még nem volt olyan jelentős, de mégiscsak Bizánc a keleti keresztésig felül érkezett, hisz már 1948-ban Tormás herceg és Burcsú megkereszteltette Bizáncban, maga a császár, a keresztapit, és aztán Zombor Gyula, Erdély Gajdája is megkereszteltette Bizáncban, és ő már hoz egy térítő püspököt is Bizáncból a keleti keresztését. Hieroteos, aki már száva szentemetere, meg egy keletkoloskot is alapít. Szent Mihály tiszteletét először Bizánc felől érkezett térítők hozzá magukkal, ez egy itt a negyedik kis falustáról, Mohoson látható ez a Szent Mihály tiszteletét. Szent György tiszteletét hasonlóképpen. Ez a szomszéd faluban látható, hogy a Szent Mihály fán, a templomészeti talán képtartan szokott azt mondani, hogy Szent György az a szent, aki mindig az anyósával együtt ábrázolnak, vagyis a sárkánynak. Na, a nyugati térítés megindulása után pedig, mivel a majci érsekség területéről, amihez a Kasztaló püspökség is tartozott tulajdonképpen, és annak Szent Márton a védőszentje a majci érsekségnek, és a Szent Márton kultusz onnan jön be először, és védőszentként azért nagyon sok helyen lesz Szent Márton. Azt viszont már később tudatosították, hogy Szent Márton Magyarországon született a mai Szombathelyen, Szaváriában, mint római katona annak idején. Ezt a később tudatosították tulajdonképpen. Ezek voltak, aztán még megemlítették ugye a falunk nevét is, mert a Szent Galdani Koroskorból induló, aki hát Béza udvarában is működik már, és hát a Szent Galdani Koroskor nevét a Szent Gárd tiszteletét hozza magával, és az én meggyőződésem, hogy a még falunk neve, a Gárda is a Gárd, mivel a régi a Gárd, de Szent Gárd, mint eredmény is természetesen ők is vannak. Na és hát végül Szent Adalbert tisztelete is majd megjelenik. A Samariai templomban látható az a kép, ahol Szent Márton, Szent István és Szent Adalbert már egy képen ábrázolják. Na és az első szenti avatások a Szent Kultuszt felerősítik, természetesen Magyarországon. Az első szenti avatások 1923-ban voltak Magyarországon. László volt az, aki elindította a szentélyavatási folyamatot. Tulajdonképpen arról volt szó László esetében, hogy László úgy került a magyar trónra, hogy volt egy megkoronázott király, a Salamon ugye az országnak, és Salamont félreállítva került ő a trónra, és a saját legitimitását akarta valahogy igazolni azzal, hogy a
elsősorban Szent Istvánhoz kötötte, hogy azt, amit a internetben megfogalmazott Szent István, az tulajdonképpen én László valósítottam meg felé igazán, és éppen azért ő a kezdeményezője Istvánnak, pedig tudni kell, hogy az ő nagyapját lakítatta meg István, mert azon volt ő, ugye Lászlónak a nagyapja. Na most a szentélyavatások dátumát pontosan tudjuk, ebben a sorrendben történt 1883-ban az első szentélyavatás. Július 17-én szóval értek András másképpen is menetek. Ezeknek régi kultuszuk volt, tehát a szentélyavatás indoklása nagyon könnyű volt, sőt a legendájuk ott már Mór pécsi püspök megírta, mikor a szentélyavatás megtörtént. Július 25-én történt Gellértnek a szentélyavatása ugyanakkor az évben. Most hát Gellért vértanú volt, tehát a lelkét egy ajándékra által méltó lett a vértanúságra, mondja a legendája. És hát a legfontosabb esemény természetesen augusztus 20-án volt, amikor Istvánt alakítják szentélyt, ugye a testét, és ugyanebben az évben maradt a Istvánt élet. Innőjén is szentélyavatás. Mivel a szentélyavatása érdekes módon nem volt tulajdonképpen programatikus felét, se csodákról, se korábbi kultuszról, mivel esetében nem volt szólnak az életéről is nagyon keveset tudunk, annyit viszont igen, hogy szüzességi fogadalmat tett, ezt ugye a legendájához is tudjuk, hasonlóképpen, ahogy nagybátyja II. Henrik, tehát István sógora hasonló módon ők is szentélyavatták. Na most hát a legfontosabb szentről, a négy nagy jelentős magyar szentről először Istvánról beszélünk. István életéről itt már annyi minden elhangzott, úgyhogy az életéről nem beszélünk különösképpen. Itt már arról, hogy mit közvetítenek a legendái. Még egyszer mondom, a legenda nem más, mint egy olyan írás, amely elmondja az élettörténetét a szentélyavatosnak, és az élettörténetben természetesen hangsúlyos helyet kap a szent életének az elmondása, a csodák története. Na most három olyan legendát ismerünk, később több is készült, de mindenféleképpen ebből a háromból indulnak ki. Az első legendát, ami nagyon valószínű, rögtön a szentélyavatása után elkészült, a nagy legenda így nevezte az irodalom tudomány, amely kiemeli Szent István életéből az alapú dolgokat. Hitvalló királynak nevezni, és így mindjárt meg is alapítani a pillanatnak, ugyanis valóban Szent István az első olyan uralkodó, még egyszer mondom, aki nem vértanúsára alapján válik szenté, hanem a szent élete által. Európában ő az első. Hát a vallási erényeit sorolják meg, és már itt is, ebben a nagy legendában is nagyon fontos az, hogy ugye felajánlom az országot a népét és a korona Máriának, és hát a Mária kultuszról annyit valóban, hogy ez Bizánc felől indul el, a Mária kultusz Nyugat-Európában addig nem annyira jelentős a Mária kultusz, és tulajdonképpen Magyarország felől közel Nyugat-Európa felől a Mária kultusz, olyannyira, hogy 1992-ben, amikor a szabolcsi zsinatot rendezik Szent László, akkor ott már három Mária ünnepet kötelezően megtartani rendel el a szabolcsi zsinaton. Tehát a Mária kultuszra ilyen értelemben a Mária kultusz elterjedésére a Magyar Királyság óta legyfajta közvetítő. Hát ez nagyon szép. Ez Pozsonyban a Szent István templomban látható, ahogy Szent István felajánlja a koronát Máriának. Nézzétek szíve azt, hogy a háttérben a pozsonyi vár is látszik, csak hát maguk ezen a képen nem látják, én sem vagyok egyébként. Tehát jó képet kellett volna készíteni. Na most a másik legenda Istvánról a kis legenda. A
Kislegenda viszont inkább Istvánnak, mint világi uralkodónak a történetét mondják. Természetesen beszállva a szentélyavatás folyamatáról, minden azokról a csodákról, amit a szentélyavatás előtti napokban történtek, de mindenféleképpen kiemeli azt, hogy, hogy István nem jó a kifejezés, de most mindenben leszek a másnak, igen erővel és igyekezettel terjesztette a hitet a saját országában, és hát leszállott azoktól ellen a felültek a hit terjesztésének. A Kislegenda a legkevésbé ismertek közé tartozik, a legismertebb azonban a Hartwig legenda. De Hartwig győri püspök volt, aki a nagy legenda, Kislegenda és egyéb történetekből, nagyon valószínűleg az őskrónikában is megített, összeállított egy ilyen legenda kompozíciót, ami tulajdonképpen a legismertebb István legendák közé tartozik, és érdekes, hogy se a Kislegendában, se a nagy legendában nincs benne az a történet, hogy hogyan küldi a pápa a koronát. Ez csak a Hartwig legendában van tulajdonképpen a korona és az apostoli kereszt küldése, csak így található meg. Ez egy nagyon valószínű Lászlónak, mármint szentélyavatást kezdeményező Lászlónak, azt kértelem, hogy ez bekerül később a legendába. Na és a legrészletesebben az István élet körüli csodának a leírása itt található, és a Szentlók története is, mármint addigi története, a Hartwig legendában a legrészletesebb leírás kapja tulajdonképpen. A csodák közül hadd még csak megegyet, ugye 15-ére országgyűlés hívott össze augusztus 15-ére és egészen 20-áig a felemelésig imával töltötték az időt, és hát ez alatt az idő alatt történik, amikor próbálták a szarkofágnak lemenni a fedelék, akkor nem tudták, és végül egy apáca vallomása alapján, aki azt mondta, hogy amíg Salamon király börtönben van, akit László zárat a börtönben, ha azt elengedi, akkor föl tudják vinni majd a koposot, és ez így is történt. De hát a gyógyulások esetei is ez alatt az ütnek alatt történik belül részt, amit a harcos legemmel közvetesen lenni, szentisztet esetében. Na és hát énekelték, no, ugye ezzel kezdődött a Szent Mise, a himnusza is, hát Szent Ismához nagyon sok himnuszt írtak természetesen. Ez a legismertebb szövegünk himnusz. És hát ehhez néha éppen egy nagyon kis falucskában, zsípen, kassa mellett látható ez a Szent Mise ábrázolás. A rekkorábia közé tartozik, a 12. század végéről való, sajnálatos módon eléggé rossz állapotban van. Ez pedig egy kis szepesei faluban Zsigrán látható, és itt már megjelenik a 13. századi ábrázolás, és itt már megjelenik az a ábrázolási mód, ahol a magyar, a három magyar szentet ábrázolják, hogy István öregembernek, László középkorú megtermetembernek és Imrén fiatal embernek ábrázolják, és ez ilyen ábrázolási séma lett tulajdonképpen, és itt már kívül az ábrázolás. Ez kis szememben, Szabinóban látható, ez az oltárként tulajdonképpen. Ez pedig István halála, a Mateuszi oltárban, ami Szent István. És az érdekessége képnek ugye, hogy a lelkét, az ugye kis gyerekként ábrázolják a középkorban, angyalok viszik a mennybe. Szobrokként is ábrázolták, ez egy nagyon furcsa szobor, Besztárszabályi Szentpetér a templomban van ez a szobor, tulajdonképpen a boltívet futnak le, és mint egy konzol szobor tartja, és van mellettem a László és Igen is természetesen. Ennyi Szent István kultuszával. Szent Imre
életéről nagyon keveset tudunk. Elsősorban azért, mert fiatalon meghalt, azt tudni kell, ugye, hogy Szent Istvánnak és Bizellának volt egy korábban született fiú, az Otto, aki kisgyerekként meghalt, és hát Imre megérte ugyan a felnőttkor, de az életéről mindezt annyit tudunk, amit később Krónikát is megemlített, hogy a testőrség parancsnokával már kinevezte őt az apja, és hát tulajdonképpen meg is házasodott, de hát ezt a későbbi vallomások alapján ezt a feleséget valóta Szűzi biztosan elényített, ünnepült ezt ugye írva a legendája, és ebben valóban Nagy Váltó II. Henrik Gergelyre kicsit tudni kell azt, hogy a papi döntlenség a cölibátusnak ekkor kezd előteljesen elterjedni az az egyetemben a gyertárban, hogy a papi döntlenség felésegészében megvalósuljon, és bizonyos értelemben ennek egyfajta propagálása volt a szentületi vízió ábrázolása. Megszületett a szentület levei. Sajnos korábban nem ismerünk Szent Imre himnuszt, de ezt a himnuszt is a csütörtök nyilvános alkotta meg. Néhány átváltozás Szent Imréről. Ez egy magyar korban a Sáros megyei kis településen van, templomában látható, nagyon érdekes a hív. Ugye Liliumban ábrázolják, aminek a legjobb egy részt a szüleség gyermekében is. Liliumban ábrázolják mindig, Imrét, tehát nem karddal, jobbára alapvetően, és ez még a bizánci ikonok hatását mutatja. Én nem tudok választani, hogy szakirodalom most a találkozó neve választott tulajdonképpen, hogy Sáros megyében volt-e valamilyen behatása ennek a teleti személyek módnak. Ez a Mateuszi oltár kép, ahol szívesen tudatunk, hogy ezt a szabad szörnyéből tudjuk. Na és hát ez a legszebb ábrázolás a Szent Imrének, Szepesselyen, Szolgálkoz Piszta kapitula, a Székesegyházban, a Szent Márkus Székesegyházban egy oltár kép. És egy ozorszobor, ez pedig Eperjes Szent Miklós templomában látható, hát nem a legszerencsésebb alkotások közé tartozik. Szent László kultusza tulajdonképpen a legjelentősebb a középkorban. Istvánék is megfeladja olyan tekintetben, hogy leginkább őt ábrázolják legtöbbször, és a legtöbb templomnak, sőt, településeknek a nevét is fontosnak Szent László nevét. Ő volt ugyanis az a király, a lovak királynak nevezték, amikor mutattuk azt a képet a legelején, ahol a kassai kapu négy szobra volt, a izaki kutájára négy szobra volt, és a Szent László keresztel mellén ábrázolták, azért, mert őt annyira ismert volt lovagiasságáról, hogy egész Európában, hogy így mondjam, mert az első keresztes hadjárat vezérévé is őt szándékoztak megtenni. Csak hát amikor ugye körülbelül a Dunától elmentették 1095-ben az első keresztes hadjárat indítását, abban az évben volt meg László, tehát már nem lehetett ő Rúgó-Gutfriedet összeállni az első keresztes hadjárat. Tehát mint lovag király mindenféleképp tisztelték, és a legendájában, és hát az egyház újraélesztésében, mert Szent István halála után eléggé szétszűnt kuvárgyászadások is egyébként voltak, szétszűnt az egyház szerkezete, és ezt Szent László erősíti meg újból, egyház alapító, ő alapította a zágrábi püspökséget Somogyváron, apátságot alapított. Szent Jobb pedig neki köszönheti az első kolostort, ahol a Szent Jobbot őrizték, ugyanis hát a Szent Jobbot annak idején, a pogányházadás idején, ez már kincstáron kellogta a sírból,
és hát később bevallott a Pentit, megpróbálták a Szentfiúkot és a Szentfiúk tiszteletére, egy apátságot alapított. Ma is létezik ez a település, Erdélyben, Romániában, Szindromban a nevet. Tehát az egyház, és hát a nagyvárosi püspökséget, tehát a tihari püspökség központja a Nagyváradat tette át, és egyébként Nagyváradat aztán igen fontos szerepe lett a Szentlászló kultuszban. Ez a herma, tehát a fejkerekje tartó is ott készült Nagyváradon, ugyanis Szentlászló fejkerekjére tettek eskit a középkorban bizonyos perek kapcsán, és aztán igen viszontagságos úton Pozsony Prágát megjárva jutott el Győrbe, Nagyvári püspök segítségével, és most ott tekinthető meg Szent László fejereket tartóra, ez tűnt a Polnában a győri székesegyházban. Na most a Szent László legenda, az nagyon érdekes módon, csak a történetet, olyan történetet, ami krónikán maguk mond el, és állandóan azt hangsúlyozza, hogy alkalmas a foglalkozásra, testileg is bírtó a koronára, tetszetős a külseje, hát igen, mert majdnem képített magas volt, megjelentett a történetet, és mint egy oroszlának hatalmas fedelába, óriási termete. Ezt azért kellett hangsúlyozni, mert hát ő illegíti módon lett királyi szót megkoronázott világhajt országosságban. Na most az első magyar krónika viszont leír egy olyan eseményt, ez egy világi mű, a krónika, tehát nem legenda, tehát nem egyházi munka, és ez a Tiszta Hungaroglu elmond egy eseket, amikor betörtek a hunok az országba, illetve hát a történelemben valóságban beszélők voltak ezek, tehát a hunokkal azonosították később őket, betörtek a hunok, és hát Szentlászló indult ugye megvédeni a hazáteleti területekre, vagy egyik területére, és a Cserhalom mellett kerülésnél észrevette a csata után, hogy egy kónvitéz elragolt egy magyar lányt, és a szlovon viszi magával, és hát bár ő is megsebesült a csatában, de utána már, és végül ezt a kónvitézt legyőzi egy kárnyalban van, a lány segítségével természetesen, és ennek a kerülési csatának a történetét a krónikák megírták nagyon részletesen. Minden Henrik krónikája, ez egy világkrónika volt, elmondja szépen ezt a történetet. Ennek ugyanis a összességében több mint 35 templomban található egy két sorozat, amit Szent László legendának neveznek, ami megörökíti ezt az eseményt. Itt pedig az a két sorozat ilyen képelemekből áll, hogy Nagyváradról indul ki Szent László, üldözőbe veszi a hunokat, és hát nem tudja utolérni a lányt ragló hunvitézt a láncsájával se, és akkor rákiált a lányra, hogy ráncsit le a hunt, lerántja a nyeregből, és ezután fegyvertelenül birkózásba kezd László és a hunvitézt, és nem tudja egyik a másikat legyőzni, és végül a láncsiját segítségére, és a egyik helyen bárban, másik helyen karddal elvágja a hundvitéznek a horgasinát, és ezzel tudták legyőzni, és utána a következő jelenet pedig a úgynevezett lefejezés vagy nyakazás jelenete, amikor Szent László tartja a fejét a hundvitéznek, és a lány vágja el a hundvitéz nyakát. Ez a Mihályfai templomban nagyon szépen látható, éppen ez a része a jelenetnek, és aztán van még egy befejező rész, hogy a csata illetve hát a harc után a László őrébe hagyja a fejét a lányra, aki pedig a hajában kutkász, tehát ez a kereskedésnek a jelképe. És ez a képsor, ez mindannyiunk, tehát a Nagy-Szlovákia területén 14 templomban megvan. Csalóközben csak két templom nem, az egyik a Gúdori, a másik a Mihályfai, de fenn Gömörben nagyon sok, és a Szepességben nagyon sok ilyen templom van, ahol hát megmaradtak ezek a festmények. Haraszkó, ez egy gömöri kis templom, itt a teljes képsor látható, az üldözés jelenet, ahogy
lányzsából külön visszafelé bíroznak, a hívózás elemekre, ahol a lány gárdalapai átadni a lábát, aztán a lefejezés és végül a pirenics jelenetek. A rimabányai templomban, ez is egy gyönyörű templom, a kivonulás jelenetében ez nagyon sok helyen nincs meg, ahol látom, hogy itt egy vidőjében megyei századi ez az ütközés jelenete ugyan, ahol a vidés nem tudja elérni, és azért nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy ez nem is Szent Lászlónak és a Kunyvitéznek a harca, hanem a pogányságnak és a kereszténységnek a harca, a sötétségnek és a világosságnak a harca. A Kunyvitéz lovát mindig sötéten ábrázolja, Szent Lászlónak mindig fehér meg ábrázolja, ez is ezt mutatja. A gépkózás jelenete pedig egy kis tátra alatti faluban, kapasul viszont meg a negyéletben, itt látszik az a jelenet, hogy gépkóznak egymással is a lány, bárban, bármilyen. Ez is egy kis szemesség, itt vannak, ahol már a befejezés jelenete is látható, és itt már megjelenik egy dolog, ami nagyon sok helyen nincs ezeken a képeken, Biharban van, az örnök alapja, és a holtestet lévő vadállatok alapja is megjelenik, hogy itt van, na és a Pómodin, ezek szóljon meg, ez egy kis felelősökben ez a Bihar is jelenik. Természetesen Szent László legendában van, tovább egész van felsorolva. A Csodaszámos a gyertyákkal az egy olyan jelenet, amikor a magyaródi csatában legyőzi Salamon László és Pajka Géza, és akkor egy szarvas jönnő gyertyákkalnak Agancsában, és tulajdonképpen ő jelölt ilyen helyet, ahol majd a Váci püspökség székesegyházát meg fogják építeni. Hát a hasadék megnyillása, hát a mi szádelevé hasadékunk, a torgai hasadék legendája is az, hogy tulajdonképpen László menekült a kumotára is megnyílt előtte a helyét. A vízmakasztás a Szikládon a legkedvesebb. A katonáinak olyan helyen van, ahol nincs víz, és egyik legenda szerint, egyik történet szerint a lomapatkója, például a Szent Kúti esetben, másik helyen a lándzsájában fakaszt vizet. És a 1340-es tatárbetörés az egyik legjelentősebb legendája, ezt még Karany János is megírta egy elbeszélő költeményben, amikor a testét nem találják. A nagyvárosi sírban, ugyanis betöltek a tatárat, és viszont a katonák meg azt hallják, hogy előttük van, hogy László a csatában, ez a csoda is általánosan ismert. Néhány ábrázolások, hát ez Cserényben, egy Zolyóhoz közeli faluban, templomában látható az érdekessége az, hogy tulajdonképpen nem más ábrázol, mint Zsigmond király, Zsigmond nagy tisztelő volt Luxemburgi Zsigmond Lászlónak, őt tartotta az ideális uralkodónak, és a szakállók formája és a hajviseletes mintára Zsigmondra emlékeztek. A zsigurai kisnákunkban ez már a késő gótika korában nagyon finom ábrázolása. Szent Lászlónak. Na és hát a Sebeshelyi templomban ezt a szívesnek látjuk. Ez pedig Pozsonyban van, ugye az óvárosház a falán. Ott Pozsonyban ugye, ahogy megyünk át a Primaskolta felé, ott fölötte, az aluljáró fölött van a Szent László tábla, és sokan fölképelezik az őszetőtőjétek, hogy ez a szobor is tulajdonképpen belső térre készült. Ugyanis nagyon kicsi szobor, és hát Lárdi egyébként is kiróltak rendesen, és ma az óvárosház a külső falán látható Pozsonyban. Na és ez az a híres Szent László ábrázolás, ahol keresztel a mellén ábrázolják, mint hogyha ugye valóságosan görög volt a keresztesek. Na most igen gyakoriban válik, az Anzsú uralkodók idején, tehát Károly Róbert és Nagy Lajos 1301-től 1400-as évek közepéig a három király együttes ábrázolása. Tehát
Imrét is király beszél a fogalom, ő herceg tényleg megy, ugye? A három király ábrázolásának az a módja, amit már említettem, hogy az öreg király, a bölcs, a Szent István, a harcos, a vitéz, a Dalia, az László, és a Szűzi ártatlanság jelentében elég a fiatal élet. És ennek a három királynak az ábrázolása együttesen nagyon sok tempomban megjelenik, voltálatében, hát ezt is az elején betűntetünk, ezt Krasznahorka várvai templomában, alig 15 éve találták ezt meg a vakolott vétel alatt, ugye, és hát a jellemzők, hogy bárdal ábrázolják Lászlót, jóvárdal István és Önöknál hívják. Olyannyira általános hát a három szemkülön egyébként ábrázolása, hát a Szepes helyen, ez a Szepes helyi Székesegyházban szültárt képen ezt. Ezt egyébként látszik, hogy az öreg is van a középkörű és a fiatal üveg. Olyannyira általánosság vált ez, és ez a nagyon furcsa dolog, amit most tudok mondani, hogy a bibliai három királyok helyett is behelyettesítették a magyar három király. Tehát amikor a karácsonyi történet képeit festik meg, akkor nem a bibliai három királyt festik meg, hanem behelyettesítik a magyar három királyot. Amikor ezt először találkoztunk vele, négy ilyen tempomban van, ilyen kép, csodálkoztunk, de az volt a megdöbbenő, hogy amikor kimegyünk a képeket, hogy a királyoknak glóriájuk van. Hát a napkeleti bölcseknek nem volt glóriájuk, a glóriája a szenteknek van. Tehát nyilvánvaló, hogy behelyettesítették. És itt Lászlóról, aki egyértelműen innen fiatal adott, hogy István nem látjuk, aki kérte ugye Mária előtt. A limakvézói képen, itt már látszik István is, ugye, hát ugyanazt hozzá tenni Virhán, tehát István térdát, a öreg király, a Lászlóról is, és na és hát végül Szent Erzsébetről és az ő kultuszáról szólít el. Szent Erzsébet életéről nagyon sok ismerettel rendelkezünk. A második emberének, aki a karanyhozat, aki az időhöz tudjuk kötni 1222-ben, az ő lánya volt Erzsébet. Azt mondja, csak kívülőlem általában, az, hogy a Durinszkának nevezni, mert Türingiában végez, és azt a cseh. Mert valaki a Durinnak mondják a szóvalat is. Na most annyit biztosan tudunk, hogy a mi vidékünkön született, mármint a Felső-Magyarország területén, kétféle verzió is vitatkozik ma, hogy Sárospatakon született, a másik pedig, hogy Pozsonyban. Egy biztos, és a pozsonyi Szent Erzsébet kultusz azért volt olyan erős, mert hát pozsonyi születésének tartották. Az viszont egészen biztos, hogy 4 éves korában, amikor Türingiai Lajossal eljegyezték őt, az Pozsonyban történt. Erről történelmi dokumentum van, tehát ez biztos, és hát ilyen értelemben a pozsonyi kultuszra annak így jelentős. Elküldték már 4 éves korában Türingiába, és ott, amikor betöltötte 14. évét, akkor férhez ment Türingiai Lajoshoz, két gyermeke, tulajdonképpen három gyermeke született, és amikor ezt az életéről pontosan tudjuk, amikor a férje elment egy keresztes hadjáratba, de már útközben egy járványban meghalt, és akkor őt elüldözik Varkóvárából, ahol laktak, és aztán, de már egy korábban ugye, a szegényeket pártfogott a halálos megosztásában, is ismert, és hát végül kórházat alapított a jövedelméből, és ott mutozta a betegeket, és tulajdonképpen 1231-ben volt meg, és már 35-ben szentélvattak. Tehát ez volt a leg, és itt már rendes per volt, tehát lefolytatták azt, amit Pincetáta megtárazott. A Várfai Szent Erzsébet oltáról látható az eljegyzésnek a jelenete.
ez pedig szintén a Bartók oltáról, amikor a férjem búcsúzik és ment a keresztes hagyjáról, és ez a kép pedig azt mutatja, hogy előzik Bartók várjáról Erzsébetet. Na most tiszteletek, Erzsébet tiszteletek a szentélyavatás után, de nem a szentélyavatása előtt is igen jelentős volt a ferencesek körében elsősorban. A hagyomány szerint Szent Ferenc a köpenyét is felajánlotta Erzsébetnek. Nos, Európában a tiszteletét kétségkívül a ferencesek terjesztették el olyannyira, hogy igen hamar Magyarországon is megjelenik a tisztelet a szentélyavatása után. Na most a gyengék, a betegek segítőjeként ez a legfőbb jellemzője Erzsébetnek, ez egy nagyon érdekes kép. Egy itt van egy kis dolog, a Mohosról látható az a kép, Szent Mihályon tétlenül, és ugye Szent Mihály mérlegeli a betegeket, hogy kijut majd a Magyarországra, és Erzsébet, amikor lehúzza tulajdonképpen a bűnei lehúzzára, a lelket még annak is próbál segíteni, és próbálja befolyásolni, hogy így mondjam, Szent Mihály ítéletét, ez nagyon kedves kép. Na most az ő élete legendája, első legendája, a gyóntatója képben megmaradó Konrád, az aprólékos leírása a csodáknak is. De a legismertebb Szent Erzsébet legenda, ilyen alcíven van, hogy a négy szolgáló lány elbeszélése, az a négy szolgáló lány, akik kihallgatnak a szentélyavatási per folyamán, elmondja az Erzsébet körül történő csodákat, és ezek a csodák lesznek aztán az ábrázolásának a legfontosabb elemei is. Hát itt egy szintén a Mózsi templomban, ahol az angyal hozza Erzsébetnek. A legismertebb csoda, ugye a rózsa csoda, hát ezt mindannyian ismerik. A történetnek kétféle változata is van, hogy még kisgyerekkorában történt, amikor téridőben alamizsnát akart írni a szegényeknek a kötényében, és hát az apja megállította, mert tiltották neki az alamizsnáskodást, és kérdezte, hogy mi van a kötényében, és hát mondta, hogy a rózsák is valóban, amikor kinyitott a kötényben. Voltak a kötényben. A rózsacsoda a legismertebb történet Erzsébet, a legtöbbféle ábrázolás is tulajdonképpen a Szent Erzsébet mondnak a téli lejáratára látható ez a szóval szintén a rózsacsodában. De egyébként az alamizsna osztó Szent Erzsébet ábrázolása is nagyon gyakori, akkor általában kancsóban és kenyérrel tálalni és kenyérrel ábrázolják. Ez a szepesszombati a köpeny csoda a másik ismert történet. Hát ugye a életrajzában való tarócba és ezekről ruhában burkolt a testét, és öltöztette a szegényeket, sőt, hát ugye a hagyomány szerint Szent Ferenc is felajánlotta a köpenyét. Az első ilyen ábrázolása le lesz a Szent Mihály templomában van, ahol egy mezítelen emberre ad ruhát, de Köpeny csodának a legismertebb ábrázolása, ez már a kassai Szent Erzsébet oltáron látható, hogy utolsó ruháját is odaadta a szegényeknek, és ekkor üzentek, hogy a férje bennünket vár, és jelenül meg ő is a vendégségben. De nem tudott megjelenni a vendégségben, mert nem volt ruhája, és akkor az úr angyala hoz neki a köpeny, amiben aztán megjelenni a legújjunkben, és úgy csinálja a köpenyét. Ez a bárfai útjában látható, amikor sárga döntik ebben a köpenyében. A leprás történetek szintén ismertek. A leprásnak, aki gyógyította, ami akkor hát ugye írott volt, ez is a Szent Erzsébet oltáról lett kép, amikor a leprásnak teret mosdat. És hát a ferences ideológia szerint ugye a leprás maga Krisztus, tehát aki a leprásom segít, ezt tulajdonképpen Krisztuson segít, ez az esmai is ilyen ennek. És az egyik ismert csoda az, amikor egy leprás beteget már nem tudott hol fektetni, és a férje ágyába fektette, és hát bejelentették ezt a férjének, és ő rohant a szobába, és mikor fölhajtott a
levegőt, illetve a terítőt, akkor Krisztusra adta út a kereszten, és rózsák voltak fölött, tehát az a tőle is általán is ismert Szent Erzsébet életéből. A Szent Erzsébetről is nagyon sok hívus született, ez egy ilyen szöveg így hangzik. Na és hát már Pozsonyban vagyunk, ugye, a Pozsonyban két Szent Erzsébet templom is van, az egyik a kék templom, ugye a másik pedig a kórház, tehát a konkrétum előtt a Szent Erzsébet templom. Ez a kék templomnak a lejárata föl, a rózsa magát mutató kép, ez pedig a első Szent Erzsébet templomnak a bejárata fölött látható, amit valami is náltal szegény. És az első köztéri Szent Erzsébet szóló is Pozsonyban készült, Rivera készítette, ma a Szent Dáminnak a udvarán. Ez a kollégium a Szent Dámin ülőkből? Ez a Fébosti Balota volt, vagy a Fébosti Balota volt. Ja, igen. Annak a udvarán látható. Ez a szóval. Ez volt az első köztéri szobor, ami nem templomban készült, tehát nem egy templom kiegészítő volt tulajdonképpen. Na és hát olyannyira ismert, hogy a Szent Erzsébet rend, ugye Németországban visszajött Pozsonyban, működtek Pozsonyban, és hát az ő kezdeményezésükre a pozsonyi várban, ahol a vagyomban szerint született, állítottak egy Szent Erzsébet szobrot, ahol általában is másmódon Szent Erzsébetet ábrázolják. Egy olasz szobrász készítette, aki állítólag majd a származású, tehát ezt mint a kalomban mondom. Hát annyi, ilyen csalogatásnak, azt mondom, ezt magam közöttünk mondom, annyi előre van, hogy azon a résztáblán alul nagyon is ki van írva, hogy ki volt ez a Szent Erzsébetnek. Hát nagyon sok templomban találkoztam úgy, hogy hát a szlovák részletnek nem ismert erre Szent Erzsébet. Na és most egy felsorolás befejezés kérünk. Az árpádházi szentek, öt árpádházi szent, amit közvetlenül az árpádházban lett a szentélye, Szent Iskola, Szent Évi, Szent László, az 1992-ben Szent Petszó, 1935-ben, és Szent Margit, akinek a halála után rögtön megindították, ugyan a 13. század közepén megindították a szentélyoltást, de tulajdonképpen csak 1943-ban alatták szenté, ezért annak neki központi középkori ábrázolása nincs is, mert akkor még nem tartott a szent. Jaj, vissza. Na most vannak olyan Árpádházból származó szentek, a skóciai Szent Margit, akinek a anyja, Szent István húga volt, Szent Miloska, Szent Lászlónak a lánya volt, aki egy 13. házszár is nem férje, és ezt mind a két egyház elismeri, tehát a Kelegi egyház is és a Mindami egyház is. Na és a prágai Szent Erzsébet mese, aki ugye harmadik évadókája, Szent Kinga, nem mit tudottál, Szent Kinga, a negyedik évadókája, aki Szent Henrik, hát ő már nem akarták azt mondani, nagyon valósnak a lánya. Na most magyarországi szentnek tartja a Szent Erzsébetet, hát végül is ő volt István nevelője, családi is volt. Hát a Szent Szolgálatos András Benedeket, az egyik ugye lengyel volt, a Szent Bonifácot, aki Németországból jött ugyan, de a Pannonkoloni apát volt egy időben. Kapisztán Szent János, aki a Nándorfehérvári csatán ferences hőse volt, ugye Bunyadi János, akik nevetők szentjé voltak, és a Márk Istános Mennyér, akik a Betlen idején kassára vértanúk. A magyar boldogok, ők a közé Gizella, Szent István felesége, Mór az a pécsi püspök, aki már megint a szólalmi feleletnek a legendája, Özsém, aki a páros rendnek az alapítója volt, Jolánda, aki negyedik Béla lánya volt, Temesvári Bál, Temesvári író, aki boldogra adta, és hát a Pászlókorban már Bajtár és Sarkán László, a Temesvári, változások is vannak, aki orvosok, akkor még most a Győrűkösnek, negyedik Bálya, aki segítő, és a Bálya,
És magyarországi szentnek tartották Szent Mártont, mert hát később tudatosult a szombathelyen, tehát Szaváriában, mint akkor a római korban született, Szent Odalbertet, mert a hagyomány szerint ő keresztelte le István, Szent Emerának, aki a Regensburgi Székesegyháznak a védőszentje volt, Szent Emerának, és az ereklyéjét kizárólagozta magára.